Az utolsó szakaszát végzi a Heves megyei vízmű ZRT a Szala városrész ivóvíz hálózat rekonstrukciójának. Az elmúlt évben a Rudivár, Árnyék és Verőszala utcákban közel 1 kilométer ellátó és több mint 300 méter távvezetéket újítottak fel, illetve az ingatlanoknál távjeles mérőket helyeztek el. Mindezt az említett utcák felújításával egy időben végezték. Most már csak az Iskola utca és a Szalapart utca kereszteződésében levő elosztónál kell lecserélni a régi szerelvényeket. Itt tolózárakat cserélünk, és gyakorlatilag az Iskola utcától a volt gyerekváros területén lévő lakópark és gyermekintézményeknek a ellátását tesszük ezzel biztonságosabbá, biztonságosabb lesz a vízkormányzás. Ezért kell ezt a folyamatot ma elvégeznünk, és ezért, hogy ezeket ne zavarjuk, éjszakára ütemeztük. Nem csak az itt lakók, hanem a mentőállomás és az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény miatt is inkább az éjjeli időpontot választották a bekötésre. Erről a munkáról a környéken lakók már megkapták az értesítést. Mint írják, ideiglenes vízellátás ebben az időszakban csütörtök 22 órától péntek reggel 6 óráig is lesz, amit a Szalapart, a Sugár István és a Kaporelemér utcákban elhelyezett egy-egy lajtos kocsival biztosítanak majd.